Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök január 31-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Kéthetes munkabeszüntetést hirdettek a kőkuti pedagógusai. Tatán szervezték meg a Vármegyei Szolidaritás napját. Ifjúsági regénnyel mutatkozott be a kardiológus főorvos. Idén első alkalommal találkozott a Német Nemzetiségi Önkormányzat. A pedagógusok országos tiltakozó megmozdulásaihoz a tatai iskolák pedagógusai különböző módon és mértékben csatlakoztak. A kőkuti iskolában két hétre hirdettek munkabeszüntetést. A sztrájkbizottság elnöke Balog Ákos tájékoztatta a Tatai Televíziót. A kőkuti iskola tanárai két hétre hirdettek sztrájkot. Mi az önök sztrájkjának a célja? A sztrájkunk legfőbb célja, hogy a diákjainknak 21. századi oktatást tudjunk biztosítani, ezeknek a feltételei teljesüljenek, az őket tanító pedagógusok megbecsültségének a javítása, és egyáltalán, hogy ragaszkodjunk az alapvető jogainkhoz. Ez ilyen alapvető jogaink a sztrájkunk is, amit azt gondoljuk, hogy az utóbbi néhány hónapban eléggé csorbultak, és ezek akadályozva vannak. Mi az, amit a szülőknek tudni kell erről a két hétről? A szülők értesítve lettek az intézményvezetés részéről. A Kőkúti Általános Iskola és a Fazekas utcai tagintézménynek a tantestületének a 85-90%-a sztrájkban vesz részt a napokban is. Jelenleg most január 31-én a negyedik napja folyik a sztrájk, az elkövetkező napokban, február 10-ig pedig az iskola valamennyi pedagógus a gördülő sztrájkban vesz részt. Ez azt jelenti, hogy az oktatás, az elégséges szolgáltatások biztosítása az továbbra is zajlani fog. Oktatás az iskolában lesz, viszont szimbolikusan kiállunk a jogainkért, kiállunk a gyerekek jogaiért is, és minden nap néhány mennyiségű pedagógus sztrájkolni fog. Az önök sztrájka nem ugyanolyan, mint mondjuk a vasmunkásoké, vagy éppen a közlekedésieké, akik nem mennek be egyszerűen, nem indulnak el a vonatok, vagy éppen nem veszik fel a munkát, a pedagógusok másképp sztrájkolnak. Így van, teljes napot nem tudunk sztrájkolni, biztosítani kell az iskolában az elégséges szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek aznapi órájának 50%-át kötelesek vagyunk megtartani. Éppen miatt például a mai nap is a sztrájkoló pedagógusok közül néhányan visszalettek hívva, hogy az oktatás zavartalanul legyen biztosítva. Ez már a második nap, milyen tapasztalatok vannak szülők részéről? Én azt gondolom, és nagyon szépen köszönjük a szülőknek is a támogatást és a biztató szavakat. Én azt gondolom, hogy sikerül végre megérteni, hogy mindent, amit eddig itt csinálunk és küzdünk, ez csak is a gyerekek érdeke szempontjából történik. A pedagógus szakszervezetek országos szinten szolidaritás napját hirdettek 2023. január 31-ére. A Komárom-Esztergom vármegyei pedagógusok szakszervezete Tatán a Kossuth téren tart rendezvényt ma este, amely program 18 órakor kezdődött. Tanárokkal, diákokkal és szülőkkel telt meg a Kossuth tér január 31-én. A pedagógusok szakszervezete Komárom-Esztergom vármegye szervezetének kezdeményezésén Tatán valósították meg a szolidaritás napját, amely rendezvény este 6 órakor beszédekkel kezdődött. Gyakorlatilag egy kezdet és egy lezárás egyben. Tavaly pont egy évvel ezelőtt, január 31-én tartottak a pedagógusok 2 órás figyelmeztető sztrájkot országos szinten. Ezt követték a különféle demonstrációk, rendezvények, munkabeszüntetések, amelyek jelenleg is tartanak, és azért gondoltuk, hogy Tatán legyen ez a rendezvény, mert most Tata egy erős bástya, hiszen itt a kollégák különös erővel állnak ki a céljaik mellett, és ezen a rendezvényen szeretnénk itt összefoglalni az elmúlt egy évet, tehát fel fog szólalni szülő, fel fog szólalni diák, fel fog szólalni kolléga. Nem szoktuk méricskélni, hogy ki jön el, ki nem jön el, nyilvánvalóan egy hűvös téli estén nem mindenkinek ez a fő programja, de engem egyáltalán nem szokott az zavarni, hogy hányan jönnek el. Akkor sikeres, hogyha azok, akik itt vannak, ugyanúgy gondolkoznak, mint a többiek. A megmozdulás üzenetét Jenei András elnök helyettes foglalta össze.
Az, hogy egy év alatt az oktatásban különösebb előrelépés nem történt. Ugyanazok a problémák, itt nem arról van szó, hogy a pedagógusok több pénzt akarnak, vagy béremelést, természetesen ez is követelések között van. De igazából a túlterheltség tanár-diák részéről, ami fontos, és aminek évek óta hangot adunk, nem most kezdődtek ezek a demonstrációk, már 2016-ban is volt egyébként, és hát gyakorlatilag szeretnénk a kormányt is arra ösztökélni, hogy vegye komolyabban a sztrájk tárgyalásokat. Egyelőre azt tapasztaljuk, hogy az összes megmozdulás, sztrájkot, demonstrációt igyekeznek elhallgatni. Hát azt mondhatom, hogy az utóbbi néhány hónapban már nem is igazából a szakszervezet szervezi feltétlenül ezeket, hanem a kisebb-nagyobb közösségek, szülők, diákok, élőlánc, tudásmenet, és így tovább, és így tovább. Tudomásunk szerint nagyon sok helyen, de nem mindenhol mindenki. Van, ahol egy-két fő, van, ahol egy háromnegyed tantestület. Több év vázlatát összefoglalva pályázott a Pozsonyi Pagony kiadó ifjúsági regény felhívására dr. Gödölle Zoltán, amely ötlet sikere ma már könyvformájában is elérhető. A Kardiológus Főorvos Rejtőzködő Klubja címmel mutatta be első könyvét a Kristály Hotelben. Kedves Tibor! A padotban megtaláltuk a mindig osztályteremben felejtett, tartósan nedves és ezért megbüdösödött úszófelszerelésedet, és a régen mosott, bizonytalan színű és illatú tornazsákodat, tornaruhádat. A tanulók mindennapi problémáit vetette papírra dr. Gödölle Zoltán, kardiológus, nemrég megjelent ifjúsági regényében. A főorvos hiánypótló kötetében egy olyan kisfiút ismerhetünk meg, akinek szülei elváltak, a nehéz életszakaszban pedig a megszemélyesített tárgyak segítik át. A Rejtőzködők Klubját a Kristály Hotelben ismerhette meg a közönség egy rendhagyó bemutató részeként, ahol Szentesi Éva beszélgetett az alkotóval, majd Döbrentei Ildikó és Levente Péter olvasott fel egy részletet a műből. A fiaim rákényszerítettek, megunták a könyvekben szereplő meséket, és azt mondták, hogy legyek olyan kedves, és fejből meséljek. Ez elején ez egész jól ment, aztán utána kiderült, hogy elfelejtettem mindig, hogy hol tartunk éppen, hogyha nem egy másik nap folytattuk, és kezdtek beleszólni, hogy ne arra kanyarodjon a történet, hanem ez legyen a főszereplő, meg ez most ezt csinálja, meg azt csinálja. Úgyhogy annyira belebonyolódtam, hogy elkezdtem ilyen vázlatokat készíteni, hogy akkor ne legyek, meg volt olyan este, hogy semmi nem jutott eszembe, semmi. És akkor ezeknek a kivédésére ilyen vázlatokat készítettem, és akkor én szoktam Pesten bemenni egy-egy ilyen ifjúsági boltra, hogy mégis merre tart az ifjúsági irodalom, és kiláttam egy kiírást, hogy 18 éven alattiaknak van egy regény pályázatot írtak. Hát mondom, ezt mond nekem, találták ki. És akkor pillanatok alatt összelapátoltam a különböző jegyzeteket, meg az elképzeléseket, és akkor még mindig bonyodalom volt, hogy ez egy iskolában játszódik, és hogy a gyerekeimnek az iskoláját nem akarom belekeverni, mert akkor abban lehet, hogy sértődés lesz, vagy valaki félreért valamelyik figurát, és akkor igazából akkor lett lendületbe, amikor rájöttem, hogy az én gyerekkori általános iskolámban játszódjon, mert ott minden tudok, hogy mi hol van még mindig, és hogy ki hol ül, meg mit. Szóval az jobban volt, és akkor onnantól tényleg egy nagyon lendületes sem ment előre, és hát ugye elég sok környezet, a környezetemben elég sok helyen váltak, és akkor ennek a főszereplője egy ilyen elválásnál szenvedő kisfiú, és hogy valahogy igazából a felnőttek nem tudnak rajta segíteni, és ugye az ügyvédek pláne nem, mert ők összeugrasztják a szülőket, abban érdekeltek, és hogy a írószerek, az iskolaszerek segítenek, az a történetnek a lényege, és tulajdonképpen egy csodagolyó hátulról az adja az energiát nekik ehhez, és mindenféle kalandokba belekeverednek ennek kapcsán, a végén még egy krimibe is belekeverednek ezek a figurák. A Rejtőzködő Klubja könyvet a Házasság Hete előrendezvényeként ismerhette meg a közönség.
Január 31-én tartotta idei első ülését a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat a Városházán. A feleknek minden esztendőben legalább négyszer kötelező találkozniuk, amely során megvitatják a legfontosabb aktualitásokat. Legutóbb a tagok értékelték a 2022-es programokat és elkezdték megtervezni az újakat is. Január utolsó napján a Városházán tartotta meg idei első találkozóját a Tatai Német Nemzetiségi Önkormányzat. A felek több napirendi pontot tárgyaltak meg, köztük értékelték a tavalyi esztendő kezdeményezését, majd a 2023-as tervezeteket is megtárgyalták az ülés során. A kötelezően megtartandó négy ülésből évente, ilyenkor szoktuk az elsőt tartani január végén, hiszen ilyenkor szükséges a 2022-es költségvetés végleges módosítása, ugye a most már a jól ismert számok függvényében, és utána pedig sor kerül a 2023-as költségvetés első átgondolásáról, megtervezéséről. Itt még természetesen nem tudunk végleges dolgokat, hiszen eddig csak a működési támogatásról értesültünk, hogy az mennyi lesz az idén. A feladat alapú az sokkal később fog érkezni, és akkor annak fényében fogjuk módosítani majd a költségvetést. A munkatervünket is ilyenkor szoktuk megbeszélni. A munkatervünknek a leglényegesebb pontjai, ugye, hogy mikor tartjuk az üléseket, és ezeken az üléseken milyen nagyon fontos, megtárgyalandó kérdések merülhetnek fel. Ezek elsősorban a költségvetés körül forognak. Ezután megpróbáljuk azért a feladattervünket is átbeszélni, hogy mi az, amit az idén szeretnénk csinálni, mi az, amit megvalósíthatunk, hogyan és mikor. Én azt gondolom, hogy a tavalyi évben is nagyjából megvalósultak, ugye még azért a vírus helyzet érvényesítette némiképpen a hatásait, de a legfontosabb programok megvalósultak, hogy a vendégségön a múzeumban sorozatot is le tudták folytatni. Aztán a sör délután az mindig nagyon sikeres, idősek napja augusztusban, és végül a népek karácsonya a Pezsgőgyárban, itt is nagy sikerrel zárult az esemény szép számú résztvevővel és hallgatóval. Hagyományos programok természetesen ugyanígy mennek tovább, és emellett szeretnénk kórus találkozót, illetve ha lehet, akkor fuvószenekari találkozót is szervezni, és amit csak lehet a múzeumban, még mindig német nemzetiség köreiben szeretnénk megvalósítani. Most a tavalyi évben sor került a baji és az agostyán, illetve tatai dalosok egyesítésére, és így most talán több lehetőség lesz arra is, hogy német nyelvű misét megtartsuk ezeknek a kórusoknak a részvételével. Január első hetében elkezdte a kihelyezett fenyőfák begyűjtését a Tatai Városgazda Nonprofit Kft., amely munkafolyamat azóta is zavartalanul zajlik. Az elszállítást végző munkatársak kérik, hogy a fákról távolítsanak el minden díszt, dekorációt, és csak a már lecsupaszított fenyőket helyezzék ki a szelektív hulladékgyűjtők, valamint a házakhoz, háztömbökhöz tartozó hulladékgyűjtők, szeméttárolók mellé. Február 1-én mutatja be a helyi nagyközönségnek Csertek István a Legendás filmek, legendás helyszínek Komárom-Esztergom megyében című könyvét. Az esemény délután 5 órakor kezdődik az Eszterházi kastélyban. A program ingyenesen látogatható, de érdemes regisztrálni a kastély weboldalán, e-mailen keresztül vagy telefonos elérhetőségén. Következzenek keddesti híreink még egyszer, röviden. Kéthetes munkabeszüntetést hirdettek a kőkuti pedagógusai. Tatán szervezték meg a Vármegyei Szolidaritás napját. Ifjúsági regénnyel mutatkozott be a kardiológus főorvos. Idén első alkalommal találkozott a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök január 31-én kedd este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen hírszemleműsorunk következik, majd sportösszefoglalónkat láthatják. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is, a viszontlátásra.